A rendelet értelmében az alkalmazkodó bruttó kiskereskedelmi ár a kereskedő által 2022. szeptember 30-án alkalmazott bruttó kiskereskedelmi ellenértéknél nem lehet magasabb. Erről kérdeztük a kereskedelemben dolgozókat és a fogyasztókat. Ahogyan elmondták, sokaknak nagy segítséget jelent, hogy az eddigi 100-110 forintos ár helyett a fentebb említett hatósági ár érvényesül. Így főleg az ünnepek közelettével ez óriási segítséget jelent a magyar családok számára, hiszen az eddig bevezetett hatósági áras termékek mellett újak is felkerültek a listára. Hát még az is drága, azért egy tojásért 80 forint, de jobb, mint a 100 forint. Mándi Jolán, helyi kereskedő arról szólt, hogy a vásárlók is üdvözlik a magyar kormány legújabb intézkedését. Mi termelőtől kapjuk a tojást kartonra, amiben 360 darab van, hát azért ez egy-két kartonnal eladjuk hetenként, de most többre számítunk, hogy hatósági áras lett, és hogy most lejjebb ment a tojására. Hát a vásárlók bizonyára örülnek neki, hogy olcsóbb lesz a tojás, bár félnek attól is, hogy nem mindig lesz így tojás, de reméljük, hogy lesz, és persze, hogy örülnek neki nagyon. A vásárlók körében is népszerű az intézkedés. Olcsóbb lett a tojás, örül neki a krumplés, bekötött az állam, örülön neki, hát főleg a kisebb fizetés embereknek, meg még a kialakulnak is, hát ugye, még azt is mondták, hogy hát 120 forint lesz egy tojásnak darabja, hát azért, bocsássak.